Hello nézők! Ezúttal ismét egy olyan játék került terítékre, amit lassan 10 éve szeretnénk már bemutatni, de végre eljött az idő, ez a Bloodline, amit 2005-ben adott ki a Soft Planet, fejlesztője pedig a szintén cseh Zima Software. A 90-es évek közepétől működő Zima Software a Centauri Productions hagyományait követve rajzfilmes grafikai point-and-click kalandjátékokat fejlesztett, majd az ezredforduló után fogtak bele az első igazán nagy projektükbe, ami végül a Bloodline lett. A végső változat messze volt a tervezettől, de erről majd a videó végén mesélek, egyelőre nézzük is, miről van szó. A Bloodline egy FPS nézetű akciókaland survival horror, ami megpróbál a Resident Evil, avagy a Silent Hill nyomdokaiba lépni. A játék műfaját gyengébe kedvéért a főcím képernyőre is kiírták a fejlesztők. Már a főmenüben megpróbálnak minket pszichológiai horrornak alávetni, bajós zene, mozgó fák, régi filmeffektus. Egész korrekt, bár engem leginkább ez a bénán levágott kerítéspont PNG ijesztett meg, ez lehet, hogy a kierőszakolt widescreen felbontás miatt van egyébként. Ha a menü emlékeztet titeket a Pound of Ground menüjére, az teljesen rendben van, lesz még hasonlóság a Bloodline és a korábban már látott szintén cseh Evil Days of Luckless John között. A játék úgy indul, hogy egy kórházi ágyon ébredünk, ez az a jellegzetes, megviselt arc, amit a reggel 6.30-kor a benzinkúton két sört és két kis vodkát vásárló építőmunkások hordanak. De szerencsére a ruhánk megvan, az emlékezetünk sajnos nem, még a saját nevünkre sem emlékszünk. A környezet kifejezetten hangulatos, az alacsony felbontású textúrák ellenére is. A környezetünkben lévő tárgyakkal interaktolhatunk, és kell is, mert jelenleg meg kéne találnunk, hogy hova kell tovább haladni. Fiókokat és szekrényeket kinyitogathatunk, ezt imádom az ilyen játékokban. Nagyon hamar belefutunk egy szebb napokat is látott egyénbe, és egyfajta kellemetlen tutoriálként megmutatja a játék a foga fehérjét, hogy hogyan is néznek ki itt a feladványok. Tehát nem tudunk tovább menni fegyver nélkül, és amúgy is zárva van két ajtó. A hulla kezében van egy csavarhúzó, amit a rigor mortisnak köszönhetően puszta kézzel nem tudunk kifeszíteni onnan. A közelben van egy Miolastan nevű cucc, de mivel nem tudjuk, hogy mire jó, hősünk inkább ott hagyja. A WC-ben találunk egy orvosi könyvet, amiből kiderül, hogy a Miolastan hopp de véletlen pont izomlazítóként funkcionál, úgyhogy már csak a mosdóból kell kiszedni az üres injekciós tűt, kombinálni a két cuccot, majd beoltani a kollégát. Így megvan a csavarhúzó, mivel nyithatók az ajtók, és az egyik mögött állunk pár konyhakést is. Lájtos menet volt, de ez még semmi, higgyétek el. A tárgyhasználat, illetve az inventory rendszer meglehetősen egyszerű, bár minden valós időben megy, szóval életerőt tölteni nem feltétlen harc közben kellene, főleg úgy, hogy az inventoryt megnyitva az egér hiperérzékenyé válik. Ezen a menünk keresztül lehet menteni, és egyébként amit bárhol megtehetünk, a töltési idők viszont elképesztően hosszúak. A játék kisebb helyszínekből, szakaszokból áll, amik közötti átjáróknál szintén minimum egy percnyi töltési időt kell kivárni, szerencsére nem kell túl sokszor oda-vissza járkálni a helyszínek között. A játék persze megpróbál ijesztő lenni, de mikor ellenfelek jelennek meg... Na igen, szóval ha a zene beindul és indokolatlanul hangosan dübörög, akkor biztos, hogy ellenfél van a közelben. Ellenfelekből egyébként relatíve sokféle lesz, leginkább elmegyógyintézetes zombik, élőholt nővérek, kertészek, nagyobb darab melákok, a Resident Evil 2-ből Birkin Doki is megjelenik, de van olyan, amelyik robbanó hógolyóval dobál minket, vagy éppen nagy tisztelettel ránk okádik, vannak kúszómászó torzók is, vagy ez a húsfának nevezett kreálmány, amelyik mozogni ugyan nem tud, de lőni igen, illetve közelről is megsimogat az emberméretű pengéivel. A fegyverénket tekintve el leszünk látva rendesen, a legelső ugyebár a konyhakés, amit el is dobhatunk, elég korán felvettünk egy pisztolyt is, amihez mindig bőven lesz lőszerünk, természetesen a shotgun sem maradhat ki, van még távcsöves Springfield puska borzalmas textúrával, 6 lövetű revolverünk is lesz, illetve egy jóféle MP40-esre is ráakadhatunk. Persze a szláv játékhoz méltóan ismét találkozunk igazán egzotikus darabokkal, felvettünk például egy fél sövényvágóollót, poroltót, amit egyetlen egyszer kell rendeltetésszerűen használni, ellenfelek ellen mondjuk úgy kevésbé hatékony. Van még egy lövetű kovácspisztoly a Dragon Blade után szabadon, elektromos csontfűrész, sarló, ezen felül találhatunk molotov koktélokat, ezekből a játék vége felé több mint 50 volt már nálam, illetve dinamitrudakat, amik hasonlóképpen működnek ugyebár. Nagy ritkán találunk felvehető benzines kannákat, amiket ledobva szintén robbantgathatunk, de elég körülményes használni ezeket őszintén szólva. Ami még poén, hogy felvehetünk üres üvegeket és téglákat is, amiket aztán hozzávághatunk az ellenfelekhez, nyilván minimális sebzést okozva ezzel, de poénnak nem utolsó.
Az ellenfelek néha tudnak komolyakat sebezni amúgy, de medikiteket illetően szintén bőven el leszünk látva, konzerveket és hagyományos medikiteket is felvehetünk, illetve egy helyen kiáshatunk salátákat csak a poén kedvéért. A fegyvereket illetően szembetűnnek a hanyag animációk, és további zavaró tényező, hogy nincsenek külön fegyverszlotok, tehát az inventoryt görgeted végig, vagy pedig az egérgörgővel mész végig a teljes nálad lévő arzenálon, ami játék vége felé például a harc közben igencsak irritáló volt. Szintén a fegyverekhez köthető a játék akció részeinek hitvány mi volta, ugyanis kivétel nélkül minden fegyver sebzése elképesztően inkonzisztens. Van, amikor 3-4 pisztolylövés vagy max 2 shotgun lövés elég egy zombiba, de van, amikor belelőhetsz 4 tárat a revolverből és még mindig másznak tovább. Ezt az ilyen nagyobb összméknél még megértem, de egy ilyen féltestű nyomoréknál már nem ár. Ez a random sebzés hasonlóan irritáló volt a Land of the Dead játékban is, de ha már így felhoztam, itt is működik az a taktika, hogyha egy magasabb helyre például egy asztalra felugrasz, akkor az ellenfelek lefagynak. Igazi déjà vu. Általánosságban amúgy a közelharci fegyverek jóval erősebbek, de így szinte mindig bekapsz egy-két találatot, ráadásul így még 300 literrel több vér is fröccsen ki belőlük, ami belassítja a géped, akármilyen is legyen az. Ez, ha minden igaz, a hardcodolt egymagos processzor affinitásnak köszönhető, és ez volt az, ami miatt halogattam a bemutatást, hiszen a korábbi gépeimen undorító módon belassult a játék minden egyes harcnál. De ez egyébként molotov koktélok vagy üvegek dobálásánál is így van, és tudomásom szerint nem létezik hozzá fix. További aranyos adalék, hogy az ellenfeleknek ugyan vannak pénztétei, azaz lövéseknél néha-néha megtorpannak, és látszólag ilyenkor nem is sebződnek, pedig ez nincs így. A húsfáknál a legjobb a helyzet, ugyanis ők halálukkor egyszerűen csak lefagynak. Ha még mindez nem lenne elég, a fejlesztők elkövették azt a hibát, ami számomra az egyik legnagyobb szentségtörés ilyen játékokban, az újratermő ellenfelekről van szó. Ráadásul nem jöttem rá, hogy mi alapján történik ez, tehát nem tudom, hogy adott időközönként történik, vagy láthatatlan vonalakat átlépve történik, ugyanis ez is totál káosz. Szerencsére annyira azért nem vészes a dolog, bár ezzel az inkonzisztens sebzési rendszerrel együtt nem volt túl kellemes élmény. Nagyjából ez volt a Bloodline akció része, nézzük meg mi a helyzet a kalandjáték aspektussal. Hát esünk túl a fekete levesen, én azt mondom. A Bloodline-ban a továbbjutás hardcore kalandjátékokat megszégyenítő módon túl komplikált, nyakatekert és nem egyszer egyenesen bizarr. Kezdjük azzal a kategóriával, amit pixelvadászatnak hívnak. Rögtön az elején, hol lehet vajon? Na de itt találjátok meg. Esküszöm, ha véletlenül nem nézek oda, soha nem találtam volna meg. Nézzétek, ki veszi ezt észre? De esküszöm, ez volt a leggecibb mindközül. Hát a büdös életben nem jöttem volna rá végigjátszás nélkül, hogy itt ezt a szájbavert követ le lehet nyomni. Na de ez még nem elég, mert lenyomva kellene tartani, ráállni persze nem elég. Szóval ezt az urnát kell ellopni, de ez még mindig nem elég. Itt már a vakolatot kapartam a falról, mert megint mindent 6-szor körbejártam, és egyszerűen nem találtam semmit. Aztán totál véletlenül kiderült, hogy itt ezt a totál jelentéktelennek tűnő földrakást kell felhasználni, ezzel feltölteni az urnát, és végül így lehet lenyomni azt az istenverte kurva gombot. Ja, és azt hozzá kell tenni, hogy annó az egyetlen végjátszás, ami elérhető volt, az full csenyelven volt, még így is elég homályosan fogalmazva, szóval Google fordítóval is csak nagyjából lehetett kivenni, hogy mit is kell csinálni. Abszolút rémálom volt ez a rész. Aztán van az a kategória, amikor túl keveset mond el a játék, vagy legalábbis leegyszerűsíti a dolgokat.
Itt például a táskából egy reszelőt veszünk ki. Maga a táska totál nem lóg ki a sorból, úgymond, és a reszelő a játék közepéig elég sokszor lesz használva. Ha nem figyelsz a szövegre, sosem tudod meg, hogy mit vettél fel. Aztán itt van ez az abnormálisan magas ápoló, őt megvizsgálva találunk nála egy kulcsot, ráadásul itt még a fordítás is bizarr. Ennél a résznél meg leesünk a vízbe, és ha nem figyelsz a szövegre, akkor nem veszed észre, hogy valami kiesett hősünk zsebéből, itt még a hang is hiányzott ebben a verzióban amúgy, pedig ha lemerülsz a helyi Mariannárok mélyére, akkor láthatod, hogy kiesett a kampó, ami pont a továbbjutáshoz szükséges. Bravo! Sokszor kell papírokat, meg dokumentumokat elolvasni, hogy tovább juthassunk, de ez a legkevesebb, az ajtók és lakatok kinyitása is össze-vissza van bonyolítva és változik. Itt például a reszelővel kell kiiktatni a lakatot, egyszerű. Itt már hajtűvel kell kipiszkálni, a reszelő nem játszik. Itt nem elég egy hordót felrobbantani rá, nem, saját két kezünkkel kell ezt a bomba biztos lécet arrébb rakni. Ennél a résznél le lehet lőni a lakatot, 5 perccel később viszont már nem, sőt hiába találjuk meg a kulcsot, ami egyébként itt van, keci, itt! Ezek után még a fogóval kell lefeszíteni a lakatot az ajtóról. Ja, és hogy szerezzük meg a fogót? Itt hever a parázson, nem tudjuk felvenni csak simán, hiába van nálunk egy tűzálló kesztyű, nem. A toronyból fel kell venni a kutyatálat, majd ezzel hozunk vizet és lelocsoljuk a parazsat, nem? Totál egyértelmű. Hát nem, mert a kutyatál persze, hogy lyukas, úgyhogy magát a fogót tesszük a tálba, hogy hozzáérés nélkül hogyan, az rejtély, és a tállal visszük a fogót a vízhez. Szóval nem egy nyomorult, túl komplikált megoldás ez? Vagy amit én gondoltam, az a túl egyszerű, nem tudom. És ugye ehhez hasonló idiotaságok voltak az Evil Days of Luckless Johnban is, valami lehet ezekkel a csehekkel, bár szerencsére ebben a játékban nincs követő rakéta. A kapitány ládájának kinyitása is igazi mestermű, ezúttal kulcskeresgélés helyett szimplán az egész ládát magunkkal visszük, ne kérdezzétek, hogy hogyan, majd egy félkész hajót ráértve nyitjuk ki, úgymond. Na de ez volt az abszolút kedvencem, hogy rohadna meg. Szóval itt lakattal van lezárva az ajtó, amit el is reszelünk. Oké, de még mindig nem nyílik, azt mondja a forma, hogy ha megszerezném a kilincset, bejutnék. Oké, gondoltam, hiányzik a kilincs innen, még akkor is, ha látszólag ott van, lehet, hogy bebagolt. Körbejártam az összes elérhető részt háromszor, és semmi. Egyedül ezt a szerszámot találtam, de ezt az Istenért nem engedte felvenni, gondoltam ezzel ki lehetne feszíteni az ajtót, de nem. És mi volt végül? A kilincsre, konkrétan, exakt módon a kilincsre kellett kattintani, bazd meg. Ez csak és kizárólag ennél az egy ajtónál van így, az agyam eldobtam ezen. Itt hősünk fél, hogy jaj, mennyi zombi jön mögötte, erről majd később bővebben, és addig nem megy tovább, amíg valami barikádot nem állít ellenük. Senki nem veri az ajtót mögöttünk, semmi rizikó nincsen, szóval ez egy teljesen öncélú feladat, hogy a kukát gyújtsuk fel, nem mintha ez akadályozná bármelyik ellenfelet is. Ellenben itt tényleg veri az ajtót egy zombi, és hősünk zseniális taktikája az, hogy egy korábban felvett, döglött macskával eltereli a zombit, hogy legyen ideje elmenekülni. Ez amúgy a játék második felében történik, amikor is hősünk már legalább 4 ugyanilyen zombit legyilkolt, de nem, ez ellen külön taktika kell, mondanom sem kell, a zombi telibe leszarja azt a macskát. Aztán a kazánházban, amikor ezt a fűtős bácsit kell kiiktatni, aki úgy hasonlít a Blair Witch-es Asgaiára, miután 10 tárat belelőtt a drága játékos, gondolhatja jogosan, hogy itt valami trükkre lesz szükség, talán el kell tekerni valamit a kazánakon, hogy felgyulladjon a fickó vagy hasonló, de nem, csupán még 10 tárat bele kell lőni, meg még 15 molotovot rádobni, és aztán halála után másodpercekkel később megjelenik mellette egy aranyóra. Köszönöm szépen! Ez is zseniális volt, a kocsmában a sarokban kuporog Butterbean nagyapja, aki üvöltözik, mert fáj a feje, evidens, hogy piát kell hozni neki, legalábbis gondolom, hogy evidens. A pincében van nettó 5 zárt ajtó. Végigjártam a kocsmát és a pincét háromszor, mindent alaposan átnézve, semmi. Sör nem jó neki, rövid nem jó neki. Már elkezdtem fejbe dobálni üvegekkel, kifelé menet az ajtó mellett megláttam ezt, nem szembe ötlő, de az anyát picsáját. Jaj, itt lennének a kulcsok, de hát nincsenek. A rohadás. Megint körbejártam mindent, egyszerűen semmit nem találtam. Aztán visszatérve pedig... Hát a kurva anyádat őszintén. A megfelelő piát megszerezni szintén élmény, itt nyilvánvaló, hogy valami nem stimmel ezzel a fallal, de addig nem nyúlhatunk hozzá, míg rá nem nézünk a lámpásra, hogy jaj, bizony itt mozog a levegő, valami nem oké és a fallal, oké. Aztán persze még nem is a csákánnyal bontjuk le, hanem a húskampóval, értitek?
na és emögött találjuk meg a dugi konyakot a csaposnak. Ennél a résznél valójában a tetőre kellene feljutni, de első próbálkozás után mindenki azt fogja gondolni, hogy nem ott van a megoldás, ugyanis erre a nyomorult platforma csak bizony a szögből lehet ráugrani, amúgy láthatatlan falba ütközöl. Egy másik, egyébként ötletes, de tök szorul megvalósított puzzle a temetőben volt. Itt öt személy család nevének a kezdőbetűivel jelölt kockát kell elhelyezni, adott a sorrend is, de hogy milyen logika alapján valósul meg egy sorrend egy kereszt esetében, szóval random elkezdtem berakosgatni őket, aztán végül sikerült. Főellenfélharcok is vannak amúgy, amikor épp nem 70 tárat kell beléjük lőni, akkor olyan finomságok várnak, mint például a korlát kitörése, majd ellenfél csapdába ejtés és az egész terület rágyújtása. Egy befagyott hűtő ajtajának kinyitása is durva, az még megvan, hogy a tűzálló kesztyűvel a forróvizes kannát felvesszük, de ez nem elég, valamiért nem elég, ha már látott kis slaggal össze kell kombinálni, majd a roncsmotorból ki kell szopkodni a maradék benzint, majd ezzel leönteni az ajtót és felgyújtani. Full logikus. A bányában meg mindig a fejünkre esik egy hatalmas szikla, kivéve ha egy raklapot ide helyezünk, nem véd meg tőle, csak másodpercekkel később zuhan le a kődarab, ahogy az lenni szokott. Aztán ősi rúnákat lefordítandó nem visszük magunkkal az úgymond szótárat, nem, inkább papír, ceruza, kombo és azt hozzuk vissza a könyvhöz. Hihetetlen. Értitek, úgy, hogy korábban kincses ládákat, döglött macskákat, meg később nem egy, hanem rögtön kettő hatalmas Jézus szobrot is magunkkal cipelünk, ez a könyv, ez nem lehet, ez oda van szögezve az asztalhoz, vagy nem is tudom. A sötétség is sokszor megnehezíti a dolgot, és a játékban nincs fényerőállítása lehetőség. Maga ez a sötétség is elég fura módon van megoldva. Hősünk körül egyfajta rádiuszban van ez a sötét kód, mint valami mozgó Fog of War az RTS játékokban. Érdekes, hogy a játék szövegfájaiban szerepel amúgy zseblámpa, amihez elemeket kellett volna gyűjteni, de én nem találkoztam vele, pedig igen jól jött volna. A dokkoknál van egy ilyen kis zseblámpa, a bánya pedig tele van lámpásokkal, de ezeket persze nem lehet felvenni. Ezekben a feladványokban a legaranyosabb az, hogy mint például a Mafiában, itt is van egy megjelenő kis felkiáltójel, ha az adott helyszínen van valami fontos, vagy a továbbjutáshoz elengedhetetlen tárgy vagy esemény, tehát mint láttátok, ez nem minden esetben segítség. Persze elvétve ugyan, de vannak egész jó ötletek is, például az első szakaszban találkozunk ezzel a pácienssel, aki teljesen megrémül és elbújik előlünk, ahhoz, hogy bejussunk hozzá, meg kell keresni egy négy részből álló játékbócot és azt elhozni neki, ezután tényleg le sem szar minket, és igen, ez egy elég bizarr, de kellőképp hatásos jelenet szerintem. Az egyik bányában a víz alatt itt egy kőhöz láncolt nő van, meg unblock ezek a klaustrofóbikus járatokban való mászkálások tökre tetszettek. A bányás részek, illetve ez a tengerpartos, világítótornyos helyszín pedig erősen Lovecraft-es beütésű, Dark Corners of the Earth, hogyha valaki ismeri. A báros rész után egy motort kell működésre bírnunk és azzal elrobogni a sötétségbe, ez is tök menő lett. A temetőben ránk törő élőholtak ötlete is tetszett, nem fostam össze magam tőle, ijedtem, de korrekt élmény volt, itt még egy zombi pappal is össze fogunk akadni amúgy. A történet mindezek ellenére nem vészes, annyi a lényeg, hogy az elmegyógyintézetben kóborolva megtudunk annyit, hogy 1963-ban járunk, a nevünk pedig Jim Card. Nem vicc, tényleg ez a neve, kártya Jim. Foglalkozását tekintve ügyvéd az emberünk, és valahogyan a Black Hill nevű elmegyógyintézet skizofréniával kezelt betege is egyben, és úgy néz ki, hogy a zombikért és a káoszért az intézet igazgatója Dr. Brown a felelős, aki ex-náci tudósokkal együtt kísérletezni kezdett a betegeken. A dokival elég hamar összefudunk, és őszintén szólva igen korrektül adja elő magát, hogy nincsenek zombik, csak halucinálunk, de az irodájából elcsentünk egy amuletet, meg ugye láttuk a bizonyítékot a nácis érdekeltségre is, na ekkor elpattan az agya is ránk kereszt egy, azaz egy darab zombit, na és emiatt kellett azt az ominózus barikádot csinálni egyébként. Na de persze hősünk egy olyan fickó, aki rányít egy kényszerzubbonyos betegre és olyat mond, hogy elnézést uram, hát... A legmenőbb amúgy a dokiban azok az animációja, hogy elhagyja a helyszíneket, kolbászol össze-vissza... faszomat... Bekapcsoltam. Jó lesz, na! Jó van ez, na! Viccol, Az Isten itt, hát nem hiszem el, geci! Szóval eleinte az intézetben, a közeli temetőben, meg a titkos járatokban járkálunk, így kerülünk el a már látott pincébe és kocsmába, ahol a csapossal is ugyebár beszélgetünk,
A készítők, ha valamibe, hát a párbeszédekben minden tőlük telhetőt beleadtak, abszolút halál komolyan mondom, hogy átlag 5-7 perces átvezető dialógusok vannak a játékban, amelyek egyrészt előtt van lehetőségünk ugyan átugrani az egészet, de ha valakit érdekel a sztori bővebben, az első végigjátszáskor sejteni sem fogja, hogy a következő 7 percben csak beszélgetés lesz. Minden esetre a csapos azon felül, hogy megerősíti, hogy Dr. Brown kísérletezget, meg fura dolgokat látott ő is, az egész beszélgetés során össze-vissza csaponga, jaj, menekülnünk kell, és az áh, kit érdekel, hol a piám között. Végül aztán az ő motorjával menekülünk a világító toronyhoz, csak azért, hogy egy titkos átjáron keresztül eljussunk egy másik temetőbe, ahonnan egy másik titkos átjáron keresztül visszajussunk az intézetbe. Értitek a logikát? Itt egy másik dokit találunk, aki szintén nem látott zombikat, de Dr. Brown segédjeként írásba adja, hogy a doki kísérletezgetett, és aki ellenszegült neki, azokat a képen látható módon eltette lábalól. Ezzel már mehetnénk a rendőrségre, ha egyszer kijutunk, de a doki persze megfőzi szegény komát, aztán telefonbetyárkodik egyet, úgyhogy a rendőrség ugrott, de közben az is kiderül, hogy Dr. Brown ősi kelta rúnákat talált, és valami ősi gonoszt is fel akar éleszteni, mondom, tiszta Lovecraft. Aztán egy ekte csatornás rész is van, ami szokásához híven borzalmas és kínszenvedős. Végül egy kőbányában megtaláljuk az ősi rúnákat, Dr. Brown amuletjét kettévágjuk, emiatt ő annyira ideges lesz, hogy kihív minket 1v1-es duelre, és az intézetbe teleportál minket. A teleportálás persze csak vicc, legalábbis remélem. A lényeg, hogy itt meg kell küzdenünk vele, a doki a csontfűrésszel támad ránk, illetve további különleges képesség az FPS szám ideiglenes csökkentése, ezt elég sűrűn előtte. De stílusosan én is a csontfűrészt használtam ellene, a végére pedig belefér pár dinamit is. Utolsó percében a doki elmondja, hogy igazából ő csak az ősi gonosz bábja volt, és ha megszólal a templom harangja, akkor eljő a gonosz, meg hogy az egész eddigi sztori az ő és hősünk fejében zajlott le, mert IRL hipnotizált minket, és csak a harangszóval jutunk vissza a valóságba. Jobb hián ez lesz az utolsó pályán a feladatunk, ahol valamilyen okfolytán random lecsökkent az FOV érték. Gondolom az egyik korábbi pálya véletlenül túl nagy FOV értékét akarja így kompenzálni a játék. Szóval itt végül megkongatjuk a harangot, és ezt kapjátok ki, valóban álmodjuk az egészet. A doki közben az intézet finanszírozóinak tart kis előadást, aztán hirtelen, de hát az ágyon is ott vagyunk, és itt is mi zajlik? Ajaj, emberek, szerintem ez egyel több csavar, mint amit a fejlesztők eredetileg terveztek. Na mindegy. Ez egy fasza befejezés szerintem, az már kevésbé tetszett, hogy az outro után a játék kidobott az asztalra. Érdekességként említendő még az a Zima szoftveres GameSpot interjú, ami 4 évvel a végleges játék előtt 2001-ben készült. Ebből megtudjuk, hogy Zimáik összesen kb. 25 főből álltak, itt már alfa stádiumban állt a játék, és elég ambíciózus projekt volt, meg kell hagyni. Az eredeti sztori szerint Dr. Brown családja és elődei lettek volna főgonoszok, ezért Bloodline, azaz vérvonal a cím, és ugye pont a 2001-ben megjelent hasonló koncepciójú Clive Barker's Undying a lehető legrosszabbkor érkezett a cseheknek. 40-féle külön-külön taktikát igénylő ellenfél volt tervben, fegyverek terén többek között lángszóró is szerepelt, és az elmegyógyintézetes temetős rész csak a játék egynegyede lett volna, hiszen időutazás által titkos laboratóriumokban, 19. századi Londonban, és ezt kapjátok ki, második világháborús náci koncentrációs táborokba is el kellett volna jussunk. Az igen, merész húzás, gondolom a lengyelek nem voltak oda az ötletért. Nem tudni, hogy pontosan miért, de az eredetileg kitűzött 2001 végi megjelenés egészen 2005-ig tolódott ki, és mint láthattuk, az ötletek és koncepció durván 3/4 nem került bele a végleges változatba, valószínűleg kiadói és vagy financiális bonyodalmakba ütköztek a srácok, és hát ugye pénz beszél. A játékból nem készült soha angol nyelvű kiadás egyébként, csak cseh, lengyel és orosz nyelven került forgalomba. Amit most láthattok, az a lengyel kiadás egy rajongó által készített fordítással, ami nagyjából érthetővé teszi a dolgokat, de ezt nem hagyhattam annyiban. Szóval a Discord szerverünkön elérhetővé teszem az általam feljavított angol nyelvű fordítást, ha igény van rá, akkor a végigjátszást is. A játékhoz létezik egy widescreen fix, illetve egy Windows XP kompatibilitás sem árt az XFI-ra. A számomra működő beállításai a fixnek így néznek ki, ami bizarr, hogy így minden indításnál a játékra áll egy-egy mappát mindenféle fura betűvel. Lehet én csinálok valamit rosszul, de igazából semmiféle kárt nem tett a gépemben ez a módszer, szóval hajrá. FPS korlátot teljesen felesleges rakni, a vér és hasonló effektek mindenféleképp be fogják lassítani valamennyire a géped. Bloodline grafikája eléggé ódivatú, mondjuk így. A textúrák általánosságban elég alacsony felbontásúak, mosottasak, az effektek szögegyszerűek,
Ennek ellenére a főbb karakterek nem néznek ki rosszul, a fősnek van egyfajta jellegzetes csebája, mintha maffia egyik karakterét látnánk. A környezet szerencsére egész hangulatos, ebben látszik, hogy sok energiát fektettek, minden bajós, lelakott és sötét. Talán néha túlságosan is sötét, mint láthatátok, elég furán lett megoldva a sötétség, meg sokszor túlzásba is vitték, ami egy horrorjátéknál nem feltétlen hátrány, viszont a továbbjutás záloga sokszor a vaksötét helyeken rejtőzik, ami nem túl kellemes, főleg egy világító eszköz nélkül. Persze nem egy népszerű licenszelt motorról van szó, szóval nem várhatunk csodákat, de pár élesebb textúra igazán beleférhetett volna. Az animációk pedig néhol egész jó, hogy kisebb dolgok is meg vannak animálva, a mérleg másik oldalán viszont ott vannak a hanyag fegyveranimációk, illetve a bizarr pénztétek az ellenfeleknél. Hősünk alapból meglehetősen lassan mozog, survival horrorhoz méltóan, viszont lehet sprintelni a végtelenségig, ami oldalazva elég nagy turbót jelent a játék során. Az inventory rendszer jól meg lett oldva, sőt a real-time mi volta is rendben van, viszont pár fegyver vagy item slot igazán jól jött volna, ugyanis nem túl előnyös végiggörgetni 25 tárgyon, főleg nem éles helyzetekben. A zenék terén igazából egész hangulatos darabokat dobtak össze a fejlesztők, csak azt nem tudom, miért kellett a harci zenét brutális hangerőn ordítatni. Na meg ugye az esetleges meglepetés is eloszlatja az, hogy egyből levágjuk a zene változásából, hogy ellenfél közelek felénk. A környezeti hangok ellenfelek hörgése, sőt még a szinkron hangok is rendben vannak, viszont a fegyverhangok kritikán aluliak. A Bloodline ugyebár egy akció kalandjáték, nos az akció részek szögegyszerűek, de mégis irritálóak az inkonzisztens sebzés és a megtévesztő animációk miatt. Az újratermő ellenfelek úgy, ahogy rendben lennének, de ennek sincs semmiféle rendszere sajnos. Nem feltétlen a fejlesztők hibája, de az FPS rabló vérfröccsenések gyengébb gépeken még inkább rontanak az összképen. De a kalandjáték rész szerintem a játék abszolút mélypontja, nem túl hosszú az egész és eddig kb. 5-ször játszottam végig a játékot, de kivétel nélkül mindig volt 2-3 olyan rész, amire rá kellett keresek egy végjátszásban, mert itt épp nem vettem észre egy rohadék módon elrejtett tárgyat, vagy sötétben volt az ajtó, vagy éppen túl komplikált vagy illogikus módon kellett tovább jutni. Nagy kár ezért, mert egy kicsit logikusabb, konzisztensebb kalandjátékos vonallal egy egész korrekt is játék lenne, hiszen a sztori maga ügyesen meg van írva, nagyjából végig fenntartja az érdeklődést, mert sosem tudjuk biztosan, hogy ez a valóság, vagy csak hallucinálunk. Ráadásul amint kiérünk a szabadba, az egész kap egyfajta bajós Lovecraftes hangulatot, aminek én kifejezetten örültem, de sajnos a sorozatos eltévedések és elakadások kizökkentik az embert a hangulatból. A Bloodline összességében... nos, nem egy jó játék. Érződik benne a készítők ambíciója, és ahogy az említett 2001-es interjúval megtudhattuk, még ennél is többet gondoltak az egészbe, de sajnos egy erősen megcsonkított végleges produktum lett az egészből. Sajnos ez az akció kalandjáték mindkét téren megbukott, kiforratlan és kaotikus olykor, ennek ellenére, hogyha a hibákat nem tekintjük, el kell ismerni, hogy van egyfajta nyomasztó hangulata is, végeredményben egy horrorjátéknál ez a legfőbb alapelem. Nagy kár, hogy a többi erre épülő alkotó elem lerontja az összképet. Minden negatív ellenére azonban mindig emlékezni fogok a Bloodline-ra, a hangulat és az irritáló hiányosságai miatt is, de azt mondják, az idő megszépíti az emlékeket, hát majd meglátjuk. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagylelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok!